Polgári peres eljárásban kényszeríti ki az LMP Papcsák Ferenctől, Zugló polgármesterétől az önkormányzat megbízásából készült helyi közvéleménykutatás eredményét. A párt többször kért adatokat a felmérés költségeiről és elkészültének körülményeiről is, de csak egy sajátos logika alapján készült kivonatot kapott a közvéleménykutatásból. A zuglói önkormányzat közleménye szerint a felmérés a helyi újság jövő heti számában jelenik meg, Papcsák Ferenc pedig várhatóan beperli az LMP-t. Nem csak a nyilvánosság elé álló LMP-s képviselők gyülekeztek a zuglói polgármesteri hivatal előtt. Építőipari vállalkozók is eljöttek, akik önkormányzati intézmények felújításán dolgoztak korábban, de nem kapták meg a pénzüket. Van még valaki, aki tartja közöttük esetleg? Az LMP önkormányzati ügyvivője azt nehezményezte, hogy a polgármester közpénzből megrendelt közvéleménykutatásáról a párt csak egy speciális számrendszerrel összeollózott kivonatot kapott érdemi információk helyett. Kettes szám után a 7. következik, és a 8-as után a 28-as. Az LMP azt is tudni akarta, hogy a polgármester milyen cégektől kért árajánlatot, ki nyert, mennyiért, és mit tartalmaznak a felmérés ismeretlen lapjai. A nemzeti cinizmus rendszere pontosan ott folytatja, ahol a korábbi álbaloldali kurzusok abba hagyták. A frakcióvezető kiegészítette, reméli nem kell büntetőjogi eszközökhöz folyamodniuk ahhoz, hogy megismerhessék a kért közérdekű adatokat. Papcsák Ferenc is meghallgatta a sajtótájékoztatót. Ezután szólaltak meg a munkások, akik tavaly ősz óta várják, hogy kifizessék őket. A számnak gyűnnek ilyen szózva, maga meg vigyulok az Armani cipőjébe. A személyeskedéstől sem mentes szóváltásból egy bonyolult közbeszerzési eljárás képe bontakozott ki. A polgármester arról győzködte az alvállalkozókat, hogy a pénz letétben van, csak nincsenek meg a jogi eszközök ahhoz, hogy kifizesse az elvégzett munkát. Papcsák Ferenc egyébként úgy véli, a zuglóiak elégedettek vele és az önkormányzat tevékenységével. Az anyag alapján egyértelműen pozitívan értékelték, mert azt a feladatot, amit vállaltunk, eddig részarányosan elvégeztük. Az LMP képviselőjének más a véleménye. Kivetették a kommunális adót, majd visszavonták, elhatározták, hogy bezárják a szakrendelőt, majd visszavonták. 2000 fős tüntetés volt itt ezen a téren áprilisban. Ezek után kétlem, hogy olyan nagyon-nagyon népszerű lenne a polgármester a kerületben, de nyilván képviselőnek joga van látni, hogy az ő képviselői munkája az milyen eredményekkel jár. Siffer András azt mondja, a két ügy nagyon is hasonlít egymáshoz, hiszen mindkettő megrendelés. Megengedhetetlen az, hogy ma Magyarországon állami önkormányzati szervek olyan cégekkel kössenek szerződést, olyan cégeket nyilvánítsanak nyertesnek közbeszerzési pályázaton, akik utána egész egyszerűen becsapják a melósokat. Erről van szó, két történet összefügg. Az ágazati közvéleménykutatás Papcsák Ferenc hivatalában folytatódott.